kalandos gyermekkora volt a 73 éves Bocz Jánosnak, akit leginkább fafaragásairól ismernek a dombováriak. Ehhez a hobbihoz, amely végül a munkája is lett, szinte egyenes út vezette. Heten voltunk testvérek, a legidősebbik fiú meghalt, így hatan maradtunk, 4 lány és 2 fiú, és szinte mindent megengedett apám nekem, meglátott a jóságomból. Mindegy, 64-ben végeztem a gazdasági vasútnál géplakatosként, lekerültem a vasúthoz. A gazdasági vasútról csak annyit kell tudni, hogy az egy ilyen aglegényekből álló fuserátor műhely volt, tehát Dombóvár iparosainak ott készültek a úgymond mellékesként a szerszámai gépei, egyebei. Megtanultam esztergályozni, marni, vésni, gyalulni, kovácsolni. Lekerültem a vasútra. 69-ben közben katona voltam, 27 hónapig határőr. Mikor visszakerültem katonaság után a vasútra, 12-24-eztem, és folytattam azt a fuserátor stílust, amit a kisvasúton tanultam. Faragókéseket készítettem faragóknak, mert abban az időben kapni nem lehetett. Most, aki vasas szakmába dolgozott, az tudja, hogy egy kést úgy lehet igazán kipróbálni, hogy mennyire tartja az élit, mennyire törik, hajlik, stb., ha dolgozik is vele az ember. Hát mire használják a faragók? Megnéztem, megpróbáltam, hogy ki tudjam próbálni a szerszámokat. Aztán ilyen egyszerűbb kis faesztergapadot csináltam szögvasvázzal, egyébben végül 69-ben már a Baranya megyei Népművészeti Szövetkezet intézte el, mert 69-ben még minisztériumi engedély kellett hozzá, hogy valakinek másodállása lehessen, és nekem gyerekként, fiatal emberként már volt 69-ben másodállásom. És folytattam ezt a kettős életet, hogy egy kis vasas munka, egy kis faragás. A fa megmunkálása iránti érdeklődés erősebb lett végül, ugyanis Pécsett kitanulta a fa szobrász restaurátori szakmát. Korábban monumentális munkákat végzett, szerte az országban templomok, székesegyházak oltárait restaurálta, ezzel párhuzamosan szobrok faragásába is belefogott. Készült olyan 5-6 darab szobrom. Pulai templomban van Szent Erzsébet, Szent Teréz, a legközelebbi. Mindig azt mondtam, hogy a Lajos bácsi faragott egy szál rózsát fából. Annak, ha ráfújtunk a levelére, az mozgott. Hogy a csodába tudta megcsinálni? Nekem se árult el a kedvenc tanítványának, de ő azzal szokott dicsekedni, hogy ilyet csinálj. Egyszer csinálj egy ilyet. Aztán nem csináltam, féltem tőle szó szerint rózsát készíteni. Még az egyháznál jöttek, hogy a pulai templomból ellopták ezeket a szobrokat, és nem tudnak szerezni helyette, nem-e faragnák fénykép alapján. 65 centisek egyébként. Mondom, megfaragom, de hogy a rózsacsokor, mert a Szent Erzsébet ugye kenyeret vitt a szegényeknek, aztán a férje, amikor el akarta kapni, akkor rózsával változtatta, tehát a kötényében rózsacsokor van, és a kezében van egy szál rózsa. És én megfaragtam azt a rózsát úgy, hogyha ráfújnak, megmozdul. Időközben ugye apránként faragtam ezeket az életfákat, kopjafákat. Mindig azt mondtam, ingyen faragtam. Megvásárolták a fát, és nekem megtiszteltetés volt, hogy engem kértek fel arra, hogy egy Ijés Gyuláról, egy Fekete Istvánról, ugye a Bukka, ha nem mondjam, tehát az én világomról írta Fekete István, a szabad életről, a mocsár világról, a hegyoldalakról, egyébről. Bocz János az egyházi megbízások után több játszótéri elemet készített iskolákba, óvodákba, amelyek igazán időtállóak voltak. Szoros együttműködés jellemezte a helyi madártani csoporttal is, a tüskei madárvárta fa munkáit is ő készítette. Én elköszöntem tőlük, amiben a
az egyesület igazgatója, amúgy a belvárosi iskola volt igazgatója, a Nagy Sándor, mondta, hogy ez nem úgy megy, ő nekik kell elköszönni tőlem. Rendeztek egy nagyon szép műsort számomra, ami érdekesség valahol itt van. Egy üveg bort kaptam és egy könyvet, de kijöttek a könnyeim, mert akkor mondták, hogy 36 év alatt a legtöbb támogatást azt tőlem kapták. Mindegyik munkámra büszke vagyok, mert mindegyiket megpróbálom a technikai és elméleti tudásom szintjén maximálisan megcsinálni. És a pedagógus gyerekeim mondják ezt, hogy apu, kevésbé kellene maximalistának lenni. Mert ha elkészül is egy munka, amikor elkészül, akkor már nem tetszik. Nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, másképp kellett volna megoldani. Azt eltállik egy-két év, akkor mondom, hogy te vé hülye, hát ezt is te csináltad. Erre büszke lehetné azért. A művészeknek szükségük van példaképekre. Bosz János 3-4 hozzá közel álló személyt is megnevezett. Tehát volt a Szekeres Pista bácsi népművészmester, pásztorfaragások, csontfaragásokat készített, ahhoz készítettem neki szerszámon. Aztán Kurdon volt az Őri Szabó Dezső, ő is népművészmester. Ő református pap volt főállásban, mellékesen faragott. És volt a Balázsi Gyula, akit Dombováron istenítettek, népiparművész és népművészmester volt. Végül is ő mondta, hogy gyerek, nem vagy te hülye ehhez a dologhoz, miért nem faragsz? Akitől én iszonyatos sok segítséget kaptam, az ott van leírva a könyvben, Exner Lajos, faszobrász, ő volt a gyakorlati oktató a képzőművészetibe. Ő fantáziát látott bennem, mert kétkezes vagyok. Tehát nekem mindegy, hogy így verem a szöget a falba, vagy így verem a szöget a falba, ebben a kezemben van a faragók is, vagy a másikba. Nagyon mindegy. Mondják okos emberek, hogy valószínű azért van, mert balkezesnek születtem, csak átneveltek jobbkezesnek. Így megmaradt a balkézben is a tudás, meg a jobba is. Lajos bácsitól nagyon sokat tanultam. A mai napig emlegetem, ugyanis egy fiam és egy lányom van. A fiam szépen farag, ő elleste a szakmát, sose tanítottam. És nekik szoktam mondani, hogy a Lajos bácsinak több tudás volt a kisujjában, mint amit én most 73 évesen tudok. Még a legnagyobb művészekről, tudósokról is kiderül, hogy nem voltak eminens diákok. Nem ők voltak a legjobbak a szakmájukban. Nincs ez másképp Bosz János esetében sem. Elismerte gyermekkori csínytevéseit, azt is, hogy furcsa módon nem tud rajzolni, és hogy nem ő volt a legügyesebb a szakmában. Mégis ezekkel a buktatókkal együtt egy olyan életpályát járt be, amire igazán büszke lehet. Tehát van, hogy pillanatok alatt beugrik, van, hogy hosszú vajudás után, de ha már megszületett a fejembe, hogy mit akarok csinálni, onnantól nevetve megcsinálom. Mindig mondom, mert megint csak a gyerekeimre hivatkozok, hogy apu, miért ott csinálod? Hát mondom, mert ott köl, ott a fölösleges. Tehát valahol az agyba rögzítődött, hogy mit akarok csinálni, a kezem nem tud más csinálni, mint amit az agyam vezérel. Azért kell ott csinálni, mert onnan bentről az jön, hogy ott köl csinálni.